Igazak-e a Biblia kijelentései? Első kérdés. A Bibliának hányad része ihletett? A válasz. 2 Timóteus levél 3.16-ból. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Kettes kérdés. Miként szól Isten a prófétákhoz? A 2 Péter 1.21 alapján, illetve idézet, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent Szellemtől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Harmadik kérdés, melyik 3 ószövetségi írásra utalt Jézus a tanításaiban? A Lukács 24.44-45-ből idézett a válasz, és mondta nekik, ezek azok a beszédek, melyeket szóltam néktek, mikor még veletek voltam, hogy szükséges beteljesedni mindazoknak, amik megirattak a Mózes törvényében, a prófétáknál és a Zsoltárokban, én felőlem. Akkor megnyilatkoztatta az ő elméjüket, hogy értsék az írásokat. Megjegyzés, amikor Jézus a Szentírásra utalt, az Ószövetséget idézte, hiszen az Új Szövetség még nem íródott meg. Következő kérdés. Kire mutat az Ószövetség Jézus szerint? A János 55.39-ből idézett a válasz. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek rólam tesznek bizonságot. És ő a Lukács 24.25.27-ből az idézet, és ő mondta nékik, ó balgatagok és restszívűek, mindazoknak elhívésére, amiket a proféták szóltak, avagy nem ezeket kellett-e szenvednie a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És elkezdte Mózestől és minden profétáktól fogva, magyarázta nékik minden írásokban, amik ő felőle irattak meg. Következő kérdés. Miért örökítették meg emberek tapasztalatait a Bibliában? Az 1 Korintus 10.11 szerint a válasz, mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, megirattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Következő, miért örökítették meg Jézus tapasztalatait az Új Testamentumban? A János 20.31 szerint a válasz, ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek a fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Következő kérdés, mi lehet az eredménye a Biblia tanulmányozásának? 2 Timóteus 3.15 alapján, és hogy gyermekségettől fogva tudod a szentírásokat, melyek téged bölcsé tehetnek az üdvösségre, a Krisztus Jézusban való hit által. Következő kérdés, miért hasznos a Szentírást olvasni? Itt megint a 2 Timóteus 3.16-17. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Következő kérdés, Jézus szerint hol találhat az ember igazságra? A János 17.17 szerint szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. A következő kérdés, milyen hibát követtek el a szadduceusok a Szentírást illetően? A Máté 22.29 alapján Jézus pedig felelvén mondta nékik, tévelyektek, mivel hogy nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek a hatalmát. Következő kérdés,
Miért nem tudja az ember bűnös természetével megérteni a szellemi dolgokat? Az 1 Korintus 2.12-14-ből van a válasz, ami így szól, mi pedig nem a világnak szellemét vettük, hanem az Istenből való szellemet, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Ezeket prédikáljuk is, nem olyan beszédekkel, amelyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Szellem tanít. Szellemiekhez szellemieket szabván. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten szellemének dolgait, mert bolondságok néki, meg sem értheti, mivel hogy szellemiképpen ítéltetnek meg. Következő kérdés. Egyedül ki tud minket az igazsághoz vezetni? A János 16-13 szerinti válasz. De amikor eljön amaz, az igazságnak szelleme, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Következő kérdés. Miért kell tanulmányoznunk a Bibliát? A 2 Timóteushoz írt levél 2.15 alapján igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint olyan munkás, aki nem val szégyent, és aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét. A következő kérdés. Milyen gyakran kell tanulmányoznunk és kutatnunk a Bibliát? A válasz az apostolok cselekedetei 17.11-ből. Ezek pedig nemesebb lelkűek voltak a Tesszalonika belieknél, úgy, mint kik bevették az igét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak-e ezek. Bíztató szavak. Az én lábamnak szövét neke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Illetve szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.